Az elmúlt években a fejlesztéseknek és beruházásoknak köszönhetően folyamatosan változott a megyeszékhely közlekedése és infrastruktúrája. Évente 1 milliárd forintnyi forrásból több új út és járda épült, számos csomópontot alakítottak át, körforgalmakat létesítettek, tovább bővült és már most 50 kilométeres a kerékpárút hálózat, és idén új autóbuszok is javítják majd a tömegközlekedést. A január 26-án indult és február 12-ig tartó lakossági felmérés célja, hogy komfortosabb és az utasok érdekeit jobban szolgáló buszközlekedés, biztonságos kerékpáros útvonalak, valamint mindenki számára elérhető, tiszta és fenntartható városi közlekedés valósuljon meg az elkövetkező évek fejlesztéseinek segítségével. Az idei évben 2 milliárd forint plusz többletforrása rendelkezik a város, tehát látszik, hogy a közlekedésben, a gyalogos forgalomban, a kerékpáros közlekedésben, az autós forgalomban és a tömegközlekedésben is olyan jelentős fejlesztések valósulnak meg a következő évben, ami indokolja azt, ami egyébként nálunk gyakorlat, hogy a város lakók véleményét ezekben a fejlesztésekbe beépítsük, úgy, hogy az mindig a valódi lakossági igények alapján a lehető legjobban hasznosuljon a városban. A kérdőíveket a városlakók elektronikusan a www.nyiregyháza.hu/közlekedés oldalon, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban, a város nagy bevásárlóközpontjaiban, forgalmas közintézményeiben tölthetik ki február 12-éig. A kitöltők sorsoláson vesznek részt, amelyen értékes nyeremények találnak gazdára. Az első díj egy városi roller, a második díj családi belépőjegy az Aquarius élményfürdőbe két felnőtt és két gyermek számára. A harmadik díj pedig családi belépőjegy a nyíregyházi állatparkba, hasonlóan két felnőtt és két gyermek részére. A nyeremények sorsolására április 21-én kerül sor a Hello Nyíregyháza rendezvény keretében.